Tehát először röviden arról beszélnék, hogy ezek a szimbólumok külön-külön, majd egymásra vonatkoztatóan hogyan jelentkeznek, és utána arról beszélek, amit ezek a szimbólumok a fogalmi gondolkodás szintjén jelenthetnek, inkább csak feltevések, egy-két kiinduló pont. Tehát az első dolog, én hármas tagolásban beszélnék erről a címerről. Ha lentről fölfele haladunk, akkor látunk egy dombon egy galambot, utána látjuk ezt a saját farkába harapó kígyót, vagy uroborosz kígyót, és legvégül felül látjuk a koronát. Tulajdonképpen, ha itt egy szimbolikus értelmezésbe kezdünk, akkor a kiinduló pontunk a hétköznapi élet. Tehát mindenki ismeri a galambot, ismeri a galambnak a tulajdonságait, és ismeri, és ez egy másik sík, a kultúrtörténetet, nem utolsó sorban a vallástörténetet, a Bibliát, ahol a galambnak bizonyos jelképes tulajdonságok felelnek meg, többek közt az is, hogy Isten lelke, ahogy ezt hallottuk, de az is, ami az alapvető tulajdonsága, ami a Máté evangéliumából vett idézetben megjelenik, hogy a szerénységnek valamiféleképpen a szimbóluma. A domb az mindenképpen egy kiemelkedő domborzati formát, egy kiemelkedő formát jelent, valami olyasmi, ami nem vesződik el a síkban, nem a sík alatt helyezkedik el, hanem a sík fölött helyezkedik el. Valami olyasmi, ami valaminek a kezdete, de ugyanakkor lehet valaminek a befejezése is, viszont ami galamb szimbólumunk számára, ez az alap, ami nyugszik. Majd erről beszélni fogunk, hogy a filozófiai gondolkodás számára a megalapozás egy alapvető dolog. Tehát nem indulhatunk ki sem abból, hogy mindig is volt, és nem indulhatunk ki abból sem, hogy most történetesen van. Hogyan van, és hogyan értelmezhető, ez egy alapvető kérdés. A farkába harapó kígyó, az mindenek előtt, azt hiszem a hétköznapi tapasztalat szintjén is, az abszurditásával nyűgöz le bennünket. Nem csak azért, mert mi magunk nem nagyon szoktuk megharapni magunkat, ha csak nem véletlenül, hanem azért is, mert úgy tűnik, hogy valami olyasmi megy végben, noha a képen láttuk, hogy ez a valóságban is létezik, valami olyasmi megy végben, aminek nem lehet egy kimenetele, nem lehet egy folytatása. Mi fog történni? Teljesen felfalja magát, kifordítja magát, vagy utána visszaöklendi magát és újra kezdi. Tehát ez egy nagyon bonyolult helyzet, és valamiféleképpen egyfajta kudarc, egyfajta terméketlen állapot jelenik meg ebben a helyzetben. De ugyanakkor természetesen ott van ez az önmagára visszahajló, reflektáló, reflektív ego gondolat, amit szintén hallottunk, ami természetesen egy nagyon fontos dolog, de majd a második felében a hozzászólásom. Tehát itt valami olyan értékről van szó, ami a föld alatti világtól elragadtatott, amit felhoztunk a felszínre, sőt, nem csak hogy megtisztítottuk, erőfeszítés, törekvés, a többi által, tudás, képességek által, hanem egyszeres mind valami szimbolikus tárgyat formáltunk belőle, egy olyan szimbolikus tárgyat, ami szintén kör, ugyanúgy, ahogy az uroborosz kígyó. A második felében a hozzászólásnak beszélni fogok arról, hogy itt kétféle örökké valóságról van szó, kétféle egymásba visszatérésről van szó. Az egyik egy terméketlen visszatérés, a másik egy értékesnek kimutatott örökké valóság önmagával való visszatérés. A koronának egy nem utolsó szempontja, hogy ezt a fejen viselik. Tehát a fej képessége, a fej tulajdonsága, a gondolkodás az a hely, amit ezzel megkoronáznak. És ez a gondolkodás valami olyasmifele mozdul el, ami a koronának az ágazatát is mutatja, amivel belenyúlik talán a semmibe, vagy talán a világmindenségbe, de mindenképpen felfele mutat, ami a fejben megszülető dolgok és a fej fölött, a fejen túl levő, örökkévaló, nem földi világra utaló dolgok közötti kapcsolatot is jelent. És ha azt gondoljuk, hogy a korona adott esetben valamiféle teljesítménynek a jutalma, akkor a kettő közötti kapcsolatot már is vallásos értelemben meg lehet fogalmazni. Végül pedig, amivel
Nem akarok majd foglalkozni, tehát részletesen nem fogok kitérni. A korona az uralkodásnak a szimbóluma, de ebben az esetben azt hiszem elegendő nekünk az a fajta uralkodás, amit magunk fölött gyakorolhatunk, és nem feltétlenül azt, amit mások fölött. Noha ennek természetesen, mint alapja, mint előzménye, ott lehet, hogy a világon, állatokon, természeti adottságokon való uralkodás, és így tovább, tehát ezek a gondolatok mindenre lehetnek. Ez a szimbólumnak, mint szimbolikus jelentés mezőnek a leírása. Természetesen ehhez nagyon sok mindent hozzátehetnénk, attól függően, hogy milyen kultúrából, illetve milyen kulturális területről közelítünk ezekkel a kérdésekhez. Hát ezen a területen úgymond van a filozófiának mit keresni, noha én most nem fogok sok mindent keresgélni rajta. Mindössze annyit mondanék, hogy amikor a filozófia értelmezi a szimbólumokat, akkor a szimbólumot mindig kettősségében látja. Hát először látja azt, ami megjelenik, az, ami tapasztalati, amitől a galambot galambnak ismerem fel, és ugyanakkor látja azt a lényegiséget, ahogy mi idegen szóval mondani szoktuk, azt a noétikus síkot, ahol megjelenik az értelme a galambnak, a kígyónak és a koronának. Tehát valami olyasmiről van szó, az egyik, ami változó, ugyebár galamb, kígyó, korona sokféle van, de van valami állandó mindenikben, amit mind állandó tulajdonságot hozzájuk asszociálunk. Tehát ez lenne az a fogalmi sík, vagy a fogalmi jelentések síkja, amit nekünk minden esetben meg kell teremteni. És a filozófiai gondolkodás ezen a fogalmi síkon játszódik le. Amikor a filozófia állít valamit, azt nem itt és most állítja, nem a múltban, nem egy vagy másik kultúrában állítja, hanem igyekszik úgy állítani, hogy akárki, aki magára ölti ezt a szemléletmódot, kultúrától és időponttól függetlenül, ezt a kifejezni kívánt noétikus tartalmat valahogyan felfedezze benne. Természetesen, itt tennék egy kivételt, az idő nagyon fontos szempont, jelen esetben akkor, hogyha nem az örökké valóságként gondoljuk el, hanem véges időként gondoljuk el. Tehát minden értelmezés, adott esetben ennek a szimbólum összességnek az értelmezése is, egy időbeli horizontban történik, egy kulturális horizontban történik. Természetesen ennek a lényegét valószínűleg hasonlóan értelmezték pár száz évvel ezelőtt is, és hasonlóan értelmeznék máshol is, de külön-külön mindenkinek más-más asszociációi kötődnek hozzá. Hát egyrészt mondjuk ezt a részét én be is fejezném, illetve hagynám, hogy további kapcsolódási lehetőségek, ha vannak, akkor ezt majd mások folytassák. A kérdés az, hogy ha ezt a fogalmi síkot ragadjuk meg, és most elfelejtjük azt, hogy itt kígyó, galambok és korona van, illetve mindaz, amire ezek utalnak együttesekben, tulajdonképpen emberi élet van, emberi élet lehetőség, és az emberi élet célja, és az emberi élet betetőzése, beteljesedése. Azok a fogalmak, amik itt megjelennek. Bocsánat. A kígyó, mint központi motivum, egy kicsit hosszabban elindítunk neki. Azt mondtam, hogy egy abszurd kép számomra. Számtalan olyan filozófiai problémát tudunk megemlíteni, amiben megjelenik ez az önmagába visszahajló, önmagánál maradó. Például az ismétlés, a puszta ismétlés. Önmagát megismétli, önmagát lerombolja. Redundáns. Olyan jelentés, amit nem tudunk máshoz kötni, nem tudunk kiterjeszteni, önmagán nyugszik. Jelentésként nem jelentene komolyabb problémát, ha azt mondjuk, hogy minden az, ami és semmi más. Ez a logika azonosság tétele, tehát ez mint önmagában nem jelenten semmit. Csak hogy a jelentésnek mindig van valami másra utaló jelenség, mi volt is. Tehát hogyan jelenik meg ez a jelentés, mint ami a világgal vagy másokkal valamiféleképpen kapcsolatban kellene, hogy legyen. A reflexió, önreflexió, az önmagamból kiinduló gondolkodás, és ezt hozzátenném az egyszerűség kedvéért, nem két külön gondolatmenetben, akár az egyénre vonatkozik, akár egy közösségre vonatkozik, legyen ez a közösség akármilyen közösség, nyelvi, nemzeti, vagy bármilyen más közösség. Ha valaki azt gondolja, hogy elegendő a saját tapasztalata, elegendő kizárólag a saját belátása, hogy megalapozza azt, ami mondjuk a világban való helyét jelenti, akkor ennek egy valamiféle az uroboros kígyóhoz hasonló
abszurd következménye lesz. Amikor az ember a saját gondolkodás módján belül, saját tapasztalatán belül mindent tud már, mindenféle összefüggés belát. Ez egy olyan terület, amihez kivételes hozzáférése van. Hát a saját fejemben, hogy mi van, saját lelkemben, mi játszódik le, azt úgy gondoljuk, hogy nagyon jól tudjuk. Nagyon jól tudjuk, de nem biztos, hogy nagyon jól értjük. És erre nagyon gyakran, akár a hétköznapi életben felfedeztük azt, hogy nagyon jó ezeket a dolgokat megosztani valaki mással. Lehet, hogy más valami olyasmit lát benne, amit mi nem látunk. Tehát az, hogy mi kivételesen tudjuk, hogy mire gondolunk, az nem biztos, hogy a megoldást elhozza. Az, hogy ha ezt kiterjesztem egy közösségre, egy kultúrára, az, hogy egy kultúrán belül határozott elképzeléseink, adott esetben nagyon is határozott elképzeléseink vannak egyik vagy másik igazságról, amit mi alapigazságnak, megmásíthatatlan igazságnak tartunk, nagyon könnyen megtörténhet, hogy egy más kultúrából jött ember azt mondja, hogy azért ez nem csak annyi, amennyit ti erről gondoltok. És ebben az esetben már is egy olyan területen vagyunk, ami azt mondja, hogy ha én próbáját akarom a gondolkodásomnak, tehát a gondolkodást valami olyasmiként fogom fel, aminek nem csak egy tárgyra, nem csak tárgyak összességére kell vonatkoznia, és ezt önmagukból kellene megértse, hanem olyan értelmezésként képzelem, amit egy másik ember is képes kell legyen megérteni, ahogy ezt kezdettől fogva állítottuk, akkor én úgy kell végig gondolni az egészet, mint ahol valamiféleképpen egy másik szempontot is be kell hozzak. Ha visszatérek a címernek a szimbolikus világába, ezt az önmaga farkába harapó kígyót csak a galamb, mint a türelem, vagy mint az Isten lelke, ragadhatja ki abból a képtelen, önmagába visszaforduló helyzetéből, és amennyiben a vonatkozás, nem csak önvonatkozás, hanem valami másra való vonatkozás is lesz, és engedjük magunkat valami más által megvilágítani, akkor lehet szó arról, hogy valamiféle függőleges irányú elmozdulás is történjen, ami a címer esetében a korona. Tehát valami értéket lássunk magunk előtt. Elmondhatom ezt másik változatban is, és röviden aztán zárnám is a mondani valómat. Az, hogy az élet, vagy akár a hétköznapi cselekvéseink önmagukba fordulóan ismétlődőek, ez igen gyakran egy keserű tapasztalat. Tehát azt láthatjuk, hogy nem jutunk egyről kettőre. Ismétlődik nap, mint nap, ugyanazt csináljuk. Az egyik filozófus, aki az értékfilozófia megalapozója, Wilhelm Windelband, az örökké valóság feltétele mellett című tanulmányában azt mondja, hogy vajon mit érne az örökké valóság, ha értéktelen volna? Nem volna nagyobb szenvedés, mondja. Tehát nem elég, hogy értelmetlen az életünk, értelmetlennek látjuk az életünket, hanem ez örökkévalóan ismétlődik, ismétlődik és ismétlődik. Tehát az önmagába fordulás, olyan gondolkodás, olyan létezésmód, ami nem képes kitörni magából, nem képes elmozdulni valamilyen irányba, nem képes a maga számára időbeli kibontakozást felismerni, és nem képes ebben az időbeli kibontakozásban az értékek felé való haladást megfogalmazni, ez egy céltalan élet. Tehát tulajdonképpen akár egyénileg, akár közösségileg, ha valaki belekerül ebbe a helyzetbe, akár úgy, hogy ténylegesen céltalan az élet, akár úgy, hogy céltalannak látja az egyébként nem céltalan életét, ez egy nem túlságosan felemelő és nem olyan állapot, amit kívánunk magunknak. Tehát ha értelmezni kívánunk valamit, akkor nem elegendő az, hogy úgy értelmezzük, hogy másokkal megosszuk. Felhívnám a figyelmet, hogy amennyiben igényét érezzük annak, hogy másokkal megosztjuk, akkor egy nagyon fontos szempont történik az előző állapothoz képest, amikor elegendőek voltunk magunknak, rájöttünk a magunk végességére. Ha nem jövünk rá a magunk végességére, nincs értelem. Akkor nincs hogyan megosztani valakivel az értelmet, mert nem kívánjuk a valakivel való megosztást. Nem kívánunk mástól tanulni. Nem kívánjuk azt, hogy valaki másképpen lássa azt, amit mi megélünk.
Tehát a végességre való ráébredés, ugyanúgy, ahogy a Bibliában a végesség egy fontos szempontja volt az emberi létezésnek és a tudással való kapcsolatnak, a filozófia is ugyanezt mondja, hogy a tudásnak a kezdete a saját tudatlanságomnak, saját végességemnek a beismerése. A tudatlanság és a végesség ez egy és ugyanaz. Tehát nem arról, amikor azt mondom, hogy véges vagyok, akkor nem azt jelenti, hogy meg fogok halni, természetesen meg, hanem azt jelenti, hogy mindaz, amit teszek, az véges és nem tökéletes. Tehát kiegészítésre szorul valamiféleképpen. Ugyanilyen értelemben, tehát ha én felismerem azt, hogy meg kell osztanom, más szempontokat is be kell vonnom az értelmezésbe, akkor az állandó ismétlődésen belül valamiféle időbeliséget kell felvennem, és rá fogok jönni arra, ahogy azt korábban mondtam, hogy minden értelmezés időhöz kötött, és a saját magam idejére, mint véges időre, aminek vége lesz, és beteljesedése vagy beteljesületlensége lesz, erre fogom vonatkoztatni mindazt, ami fontosnak tartok. És itt van az a kérdés, amikor a függőleges szempont bejön a gondolkodásba, és azt kérdezzük, hogy mi az értelme. Hogy vajon mindaz, ami bennünket irányít, valami magasabbra irányul-e, valami fontosabbra irányul, vagy egy hétköznapi ismétlődő értelmetlen valamire. Hát nagy vonalakban, nagyon röviden így foglalnám össze azokat, amiket bennem elindított ez a gondolat. Természetesen még nagyon sokféle filozófiai szempont érvényesülhetne itt. Köszönöm szépen!